Remélem, hallani. Most hallom a hangomat. Sziasztok, nem sokára belekezdünk a cosplay versenybe, illetve még előtte lesz egy nagyon rövid kis beszélgetésünk egy nagyon érdekes témáról. Először is örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, nagyon-nagyon régóta nem találkoztunk, úgyhogy nekünk is nagyon hiányoztatok, mert remélem, hogy ti is hiányoltátok már ide rendezvényeket. Ugye? Ne legyetek ennyire lelkesetnek. Na, szóval miről fogunk a cosplay verseny előtt egy pár percben beszélgetni? Ugye volt egy másik rendezvény, amit sajnos a Covid miatt ugye el kellett halasztani, ez pedig nem volt más, mint a Budapest Comic Con. És itt van most velünk a Budapest Comic Con-nak a főszervezője, és akivel beszélgetni fogunk most erről a rendezvényről, hogy mi az, ami változott, mire számíthatok, hiszen nem sokára itt van a nyakunkon ez a rendezvény is. Úgyhogy Csanda Gergelyt szeretném a színpadra szólítani, egy tapsot kérnék szépen neki. Megvágyatjuk ezt hangja. Sziasztok, köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Foglalj akkor helyet, és akkor beszélgetünk egy kicsit magáról a rendezvényről. Szerintem kezdjük azzal, hogy mondd a, itt a látogatóknak, hogy mikor és hol fogtok velük találkozni, illetve pontosan milyen rendezvényről van szó, szóval, aki nem ismerte volna. Igen, hát először is dejavú érzésem, mert egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt is ugyanígy ültem, és ugyanilyen szép szám közönséghez tudtam beszélni a szuper rendezvényen. Akkor még nem tudtuk hívni rá. Így van, akkor nem tudtuk, hogy egy Covid és gyakorlatilag elsöpör mindent, amit terveztünk és amit szerettünk volna. De tiszta szívem örülök annak, hogy most sok ragyogó arcot látok egy előbb rendezvényen, és ez valamit jelez, hogy végre elindultunk talán egy jó irányba, és talán most már azt jelenthetjük, hogy legyőztük és győzelemre állunk, ami nem is, nem, nincs is vége még a második fél döntőre, mert győzelemre állunk a koronavírusra, és mint rendezvény szervezők újra tudunk azzal kezdeni foglalkozni, amivel foglalkozunk. És igen, Budapest Comic Con lesz december 11-12, Hung Expo, és nagyon-nagyon remélem, hogy most már ezt jövőre nem kell, hogy ezt elmondanom, hogy az első Comic Con meg fog valósulni. Nagyon-nagyon várjuk, nagyon-nagyon készülünk, és várjuk nagyon egyszerűen. Mi az, ami változott a programban ahhoz képest, amit ugye annak idején, amiről beszéltünk, mi az, amit tudom, azonnak mire lehet számítani általánosan? Hát ugye egy érdekes kérdés, mert ugye gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a harmadik bejelentésnél vagyunk, hiszen az első bejelentésünk, ami 2020 áprilisban lett volna, az átolódott először 2020 augusztusára, és ugye már áprilisban jelentettünk a színészeket, akik nem tudtak jönni augusztusban, például a Christopher Lambert, de például ő most már még el fog tudni jönni, tehát talán még jó is, mert kicsikét így csúszott a rendezvény. De kapasztaljunk bele akkor egy kicsikét, tehát hogy Christopher Lambertről beszélünk, ugye azért nem kis hír. Tehát végre mondhatjuk azt, hogy annak lenne jó, hogy egy picit belőle a színészek tudnak jönni. Igen, tehát nagy öröm, hogy eddig ugye gyakorlatilag 6 színészt jelentettünk be, köztük talán tényleg a Christopher Lambert és a Jonas Rhys Davies az, aki viszik mindenképpen a prímet egyelőre. Az sem titok, hogy még tárgyalásokban másokkal is, de mi úgy gondoljuk, hogy ez egyébként már egy egészen erős felhozatal, és nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy mi semmiképpen sem a csak és kizárólag a színészekre szeretnénk alapozni a Comic-Con, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a Comic-Con szervezés mivel jár, a képregénynek, a cosplaynek, az animének, a filmnek, a magyar filmnek is meg kell jelenni ezen a rendezvényen. Tehát lesz a képregény témában kihozatot összeállítani, tehát lesz a képregény rajzoló például. Igen, hát most itt a kép lesznek, három külföldi képregény rajzolóval már leszerződtünk. Neveket most nem mondhatok, mert gyakorlatilag azzal a kommunikáció nem örülne, hogyha most itt neveket tud fogtatni. Elég most összedik, hogy lesznek képregény rajzolóink. Így van, képregény rajzolók, külföldről is, Magyarországról is szép számba fognak jönni. És akik itt a másik partner is tényleg a cosplay, pont a cosplay versenyre jutunk, hogy cosplay-en számíthatnak-e a látogatók, a cosplay-esek valamire, és hogy nem cosplay-ből is szeretnénk olyan minőséget nyújtani, ami eddig még nem volt Magyarországon.
Ugye itt nem tudom, hogy a cosplay.hu csapatával fogunk dolgozni, ezt nagyon remélem, hogy már nyugodtan kijelenthetem. Azt is ki fog jelentve, hogy külföldről hozunk nemzetközi sztár cosplayereket is, illetve azt is ki tudom jelenteni, hogy egy elég magas összdíjazású, 2000 euró összdíjazású cosplay versenyt szervezünk, tehát érdemes nekiállni. Fordítsuk el, hogy a negyen versenyzők számára, nem tudom, hogy most az árfolyam, de most számoljuk 300-200 körül összegről beszélünk, annyi lesz kb. Az összdíjazás. Helyszínről annyit érdemes tudni, hogy a Hung Expo. A Hung Expo most az a fantasztikus dolog van, hogy vannak nagyon szép új csarnokaik, és mi ezeket az új csarnokokat gyakorlatilag szeretnénk megtölteni tartalommal. Tehát jelen pillanatban 28 ezer négyzetméter van tervezve a rendezvény. Ez mondhatjuk, hogy minden idők legnagyobb ilyen jellegű rendezvény Magyarországon. A préditeket, amiket szintén mi tervezünk, mi szervezünk, azok közül is 28 ezer körül volt a legnagyobb. Úgyhogy mindenképpen nagyon komoly programszervező zajlik már. Másfél-két éve szervezzük ezt a programot. És 6 színpaddal készülünk, különböző tematikai színpaddal. Meg fog jelenni a magyar film, meg fog jelenni a nemzetközi film, meg fog jelenni a szinkron, meg fog jelenni a cosplay és a japán kultúra, az anime. És Így van. És hát összesen jelen pillanatban 110 program helyszínén jár, tehát 110 olyan van, amit már legutóbb. Nem kevés, de a 26 ezer négyzetméter is sok, úgyhogy meg kell tölteni tartalommal. És talán mondhatjuk, hogy ennek van is valamilyen szinten értelme, mert így lehet nemzetközi rendezvényeket is Magyarországra hozni. Tehát a mi célunk a Comic-Con-nal, hogyha a víziómat kéne elmondani, vagy a hosszú távú tervemet, akkor nyilvánvalóan az első számú célunk az, hogy itt a közép-kelet-európai térségnek a pályákról a legjobb ilyen rendezvény legyünk. Tehát mindenképpen olyan fejlesztéseket szeretnénk évről évre eszközölni, amik ezt lehetővé teszik, szeretnénk minden nagyobb sztárokat hozni. Szerencsére azért Magyarországon a filmgyártás, nemzetközi filmgyártás elég szépen működik. Tehát jelenleg is az Olympus Film Stúdiótól kezdve a Korona Film Stúdióig elég sok mindenkivel álló kapcsolatban azok a sztárok, akik idén itt forgatnak, jövőre itt forgatnak, hogy nyilván őket szeretnénk megjeleníteni. És az a célunk, hogy tényleg egy olyan közösségünk, hogy kiszolgálni ezt a teljesen ezt a közösségünk, ami ahol látszik szép számban a Magyarország jelen. Arra gondoltam, hogy ha bármilyen információt el szeretnénk valamisan, hogy kérdeztem rá a Zsoltánk elmagad, vagy esetleg néhány gyors kérdésre a közönségre szívesen válaszolunk. Tehát, hogyha van olyan, aki szívesen kérdezne a Budapestről, nem a kapcsán, az ide bármilyen a színpadra ére, és akkor adjuk a mikrofon és feltenni a kérdésre. Van egy ilyen, aki esetleg szeretne kérdést feltenni? Kérdezzenek, kettő percet itt várok, hogy aki kérdezi, szegszerűen. Én is ide állok bátorítulok, mert lehet, hogy inkább, de hát, hogy megjavarodnak a bátorságot. Hogy esetleg a színpadból is feljelent. Te szeretnél valamit kérdezni? Nem. Na, pedig te bátornak tűntél, de az is vagy gondolom, ugye? Minek öltöztél? Nagyon szuper, nagyon jól néz ki, jelmezett. Indulsz a cosplay versenyen, vagy a Comic-Con? Légy szín. Kicsit nőni kell? Hát, nem sokat. Majd egy 5 év múlva, jó? Sőt. Csak nem. De
Hát akkor nincs kérdés ezek szerint. Nincs kérdés, akkor is kérdés, mert na, itt egy kérdés. Itt egy kérdés. Köszönöm. Ugye itt a követjük a nemzetközi hagyományokat, az sima belépővel is lehet, csak kiegészítőjét kell vásárolni a színészekhez. Viszont az előadás az mindenki számára nyilvános. Tehát lehet látni őket, lehet tőlük kérdezni is, illetve lehet belülni egy ilyen 1500 fős termet tervezünk el, tehát mindenki találkozik velünk, a dedikálás és a közös fotó az kiegészítőjéhez kötött, ez sima jövőben is lehet kiegészítőjét vásárolni. Igen, ez jövő hét vége felé várható, a Facebook oldalon ezt figyeljétek és odajelentjük. Oké, köszönöm! Én köszönöm! Ennyit kérdésetek van, ebből nem látok más érkezik volna a színpadhoz. Szerintem ne tartsuk fel ezeket a szuper, hiper, szuper cosplay versenyzőket, akik közül, ahogy elnézem, jobb páran esélye fognak indulni az 5000 eurós összdíjazásért. Én nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, megtisztelő volt, és nagyon nagy öröm tényleg azt látni, hogy ilyen sokan itt vagytok, és... Nagyon, biztos vagyok benne, és szeretettel várom titeket december 10-11, jó szórakozást nektek, köszönöm! Tapsolok! A székeket lepakoljuk, illetve egy utolsó papírt cserélek, és mindjárt kezdődik.